Letették az alapkövet Baján. A kormány döntése alapján valamennyi járásban épül honvédelmi sportközpont. Főhed köztéren a Hungarikum. Szerdán jelentette be a városvezetés, hogy kis létszámban engedélyezett a közös halfőzés. Gyerekek a tatamin. Javában zajlik a bajai dzsúdósok nyári napközis tábora. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió június 25-i csütörtök esti híradója már is kezdődik. Honvédelmi sportközpont épül Baján. Az alapkövet Simicskó István, hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke helyezte le csütörtökön délelőtt. A Baján épülő sportközpont munkaterületét a kiviteli tervek jóváhagyását követően várhatóan júliusban adják át az építőknek. A beruházás a város külterületén az egykori Vaskúti úti laktanya parancsnoki épületével szemben valósul meg, a központ több mint 90 fő befogadására lesz alkalmas. Balassa, Gyarmat és Újfehértó után az országban harmadikként városunkban kerülhetett sor az ünnepélyes alapkőletételre csütörtökön délelőtt. Dr. Simicskó István kormánybiztos ünnepi beszédében elmondta, a Baján, majd később valamennyi járásban elérhető létesítmények a honvédelmi sportok és a honvédelmi ismeretek elsajátításának helyszínei lesznek, melyek olyan lőterekkel is rendelkező szabadidős sportlétesítmények, amelyek a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sportágak gyakorlása mellett közösségi feladatok ellátására is alkalmasak. Az emberek számára azt a lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a sportlövészetben adjunk megfelelő teret 21. századi körülményeket a sporttevékenységük gyakorlására, nyilván küzdősportok gyakorlására, űzésére, technikai sportok gyakorlására, és hát persze rá van bízva, hogy rá lesz bízva, hogy a baja emberekre, hogy mit szeretnének még hozzátenni ehhez. A kormány állja ezt a beruházást, az önkormányzat adta a telket, tehát ez egy együttműködésnek az eredményeként jön létre a bajai emberek érdekében. A magyar kormány 2017-ben döntött a honvédelmi sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról, és a beruházás első ütemében 40 létesítmény építéséről. Az első 5 honvédelmi sportközpont, köztük a bajainak a közbeszerzési eljárása is lezárult, tette hozzá a kormánybiztos. Az eseményen beszédet mondott Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta a beruházás kulcsszerepét a hazafias nevelésben és a közösségépítés terén. Az építkezéshez az önkormányzat biztosítja a telket, illetve a közművesítés költségét is állja. Egyrészt nekünk kellett biztosítani és rendbe tenni is ezt a területet. Ez is igazából egy önkormányzatokon átnyúló projekt, de mi, amikor megtudtuk, hogy ez ránk vár ez a feladat, akkor teljes mellszélességgel álltunk hozzá, és nagyon-nagyon pozitív módon. Ennek ellenére én azért azt tapasztalom, hogy a kormány és az államtitkár úr részéről az alapvető protokoll szabályokat sem tartják be. Meglepetéssel és meglepődve érzékeltem azt, hogy tegnap érkezett a meghívó erre az eseményre. Mindemellett nagyon örül, ha újabb beruházás készülhet el a városban, tette hozzá a polgármester. A beszédek után helyére került az alapkő is. A tervek szerint a kivitelező cégnek 2021. november végéig kell elkészülnie a munkálatokkal. A Nyirati Klára polgármesterrel készült teljes interjút a Híradót követően Háttér című műsorunkban láthatják. A korábban bejelentett 10%-os emelést az augusztusban esedékes fizetésükkel kapják készhez a pedagógusok, írja a Magyar Nemzet. Alap közölte, hogy egyes igazgatók az alapbérük csaknem dupláját kereshetik az új vezetői pótlékkal. Az összeg a pályán töltött idő és a végzettség függvényében 20 és 40 ezer forint között alakul, és mivel az új bérelemet a garantált illetményhez kötötték, ezért a pótlék is minden alkalommal tovább fog nőni, amikor a pedagógus feljebb lép a ranglétrán. Az intézményvezetők és helyetteseik járnak majd a legjobban, akik a tanulók létszámához igazodó vezetői pótlékban részesülnek júliustól.
Jelenleg az illetmény alap 40-80%-a a vezetői pótlék, ez azonban 60-170%-ra nő. Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő alapnak elmondta, hogy a pótlékok emelésén túl újdonság az úgynevezett ösztönzési kereset kiegészítés bevezetése is, amely ugyancsak az intézményvezetőknek adható. Ennek összege havonta legfeljebb bruttó 101.500 forint lehet. Idén is lehetőség nyílik a közös halfőzésre július 2. szombatján. Hajdú Miklós alpolgármester szerdán jelentette be, hogy az érvényben lévő szabályok és biztonsági előírások betartása mellett megengedik a közterületen történő kislétszámú ünneplést július 11-én. A halászlé ünnepén a választókerületekben jelölnek ki főzésre alkalmas, biztonságos helyeket. Annak érdekében, hogy az egy helyen tartózkodó emberek létszáma ne haladja meg a megengedett maximális 500 főt, az érdeklődőknek előre kell jelezniük részvételi szándékukat. Tavasszal jelentették be, hogy a koronavírus járványra való tekintettel 2020-ban elmarad a közös halfőzés a Szentháromság téren, és helyette egy virtuális esemény keretében gyűlnek össze a bajaiak a népünnepély idején. A veszélyhelyzet megszűnésével a rendezvényekre vonatkozó korábbi korlátozások módosultak, így idén is lehetőségük nyílik a helyieknek arra, hogy július 2. szombatján közösen készítsék el a hungarikum bajai halászlét. Tájékoztatta híradónkat Hajdú Miklós alpolgármester. A veszélyhelyzet feloldásával lehetővé válik az, hogy kisebb, ugye az 500 fő alatti rendezvényeket lehessen tartani. Fesztivált ennek megfelelően változatlanul nem tudunk szervezni, ahhoz talán késő is lenne már, hogy azt össze tudjuk hozni, viszont a szervezők javaslatára felmerült az a gondolat, hogy városrészekben lenne erre lehetőség. És ezt hirdettük meg a tegnapi napon. Városrészekben általunk javasolt, a Városrendészeti Iroda munkatársai által javasolt helyszíneken várjuk elsősorban az ott lakók, baráti társaságok, szomszédságoknak a jelentkezését 10 fős csoportokban. A szervezők a rendezvény idejére díjmentesen biztosítanak sörpadokat és tűztálcákat minden választókerületben, és arra kérik a résztvevőket, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. A tervek szerint a főzés a hagyományos idősávban, este 6 órakor kezdődik, a rendezvény pedig az utcabálok hangulatát idéző mulatsággal folytatódhat az egyes körzetekben. Fontos, hogy az érvényben lévő rendeletnek megfelelően az egy helyszínen tartózkodók létszáma ne haladja meg az 500 főt. Ennek érdekében a csatlakozni vágyóknak előzetesen jelezniük kell részvételi szándékukat. Regisztrálni az adott városrész önkormányzati képviselőjénél lehet majd. Ehhez az elérhetőségeket és a kijelölt főzőhelyek listáját jövő héten teszi közzé az önkormányzat. Június 23-án elhunyt a sokak által ismert Stranszky Júlia. A bajai vállalkozó 1985-ben indította el saját tésztagyárát, ahol elsőként készítették el a Hungarikum fő hozzávalóját, a bajai halászlé tésztát. Az azóta országosan ismerté vált vállalkozást több alkalommal díjazták hazánkban. Az időközben védett terméknek nyilvánított házi jellegű halászlé tészta 2005-ben elnyerte a kiváló bácskai termék kitüntetést is. A néhai cégvezetőtől július 1-én 14 órakor búcsúznak a bajai köztemetőben. Stranszky Júlia 85 évet élt. A Stranszky Tészta üzem alapítójával készült portrébeszélgetésünket hétfőn este 8:30-kor újra műsorra tűzzük. Július közepén lehet kormányzati döntés a nagy rendezvények megtartásáról, amelyre augusztus 15-ig nincs lehetőség, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón. Ha a járványhelyzet megengedi és a kormány döntése ezt lehetővé teszi, akkor az augusztus 20-ai Szent István napi rendezvények megtartására már lesz lehetőség, mondta, jelezve, hogy ez a gazdaság újraindításának is része lenne, hiszen a szolgáltató és zeneipar, valamint a rendezvényszervezés szenvedte el a legnagyobb veszteségeket a koronavírus járvány miatt.
Arról is beszélt, hogy járványügyi készültség van Magyarországon. Emiatt ugyan van lehetőség rendezvények megtiltására, de a gyülekezési jogot ez nem korlátozhatja. A miniszter hozzátette, az operatív törzs heti rendszerességgel vizsgálja felül a védelmi intézkedéseket, a következő héten viszont még biztos marad a kötelező maszkordás. A ballagás nem csak az általános és középiskolás diákoknak, hanem az óvodásoknak is egy fontos mérföldkő a felnőtté válás útján. Június 24-én a Szent László AMK óvodájának nagy csoportosai búcsúztak. Az ovisok közül sokan az intézmény általános iskolájában kezdik meg tanulmányaikat. Így búcsúztatták a gyerekeket a Szent László AMK óvodájának pedagógusai szerda délután. Az óvodából közel 30 gyermek ballagott, a nagycsoportosok jó szívvel köszöntek el az intézménytől. Én a Szent László kisiskolába fogok majd járni. A ballagóknak az időjárás is kedvezett, a rendezvényen szép számban jelen voltak a szülők és nagyszülők egyaránt. Első alkalommal érem ezt a helyzetet át nagypapaként, bár jó egy néhány ballagáson vettem részt annak idején, amikor még aktív voltam a 3. Béla gimnáziumban. Hát sajnálom, hogy ez a karantén, ez a vírus az közbeszólt, és nem tudták rendesen végigjárni az évet. Sok élménytől esett így el a gyerek, ezt az egyet sajnálom, de örülök annak, hogy mégis megszervezték ezt a ballagást, és akkor a végső pontot az íjre mégiscsak rátehették. Még ma a tiéd, ha nevet, és a tiéd, ha a könnye kicsordul. Az eseményen Hosszú Kornélia, az óvoda vezetője búcsúztatta a gyerekeket, útravalóul pedig a szülőknek egy verset szavalt el, emlékeztetve őket arra, hogy a gyerekek hamar felnőnek, így meg kell becsülni a velük eltöltött időt. Örülünk is és szomorúak is vagyunk, mert azért a gyerekeket 4 éven keresztül neveltük és szerettük, és törődtünk velük reggeltől szinte estig. Úgyhogy nagyon a szívünkhöz nőttek, és szerintem mi is nekik, úgyhogy nagyon ragaszkodnak hozzánk, hála Istennek. Úgyhogy nehéz kicsit elengedni őket, de örülünk, mert ugye megokosodtak, nagyok lettek, és az, hogy iskolába mehetnek, ez egy újabb lépcsőfok az életükben, és ez biztosan nagy örömmel tölti el őket. A rendezvényen Fekete Szabolcs esperes plébános megáldotta a ballagókat, akik egy ajándékcsomaggal is gazdagodtak. A műsor után a pedagógusok egy utolsó közös fagyizásra hívták ballagó óvodásaikat. Összehangolt, komplex közlekedés-rendészeti akciót hajtottak végre a Bács-Kiskun, a Tolna és a Csongrád-Csanád megyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai június 24-én szerdán délelőtt a területükön áthaladó 55-ös számú főút teljes hosszán. A rendőrök célja a főút közlekedés biztonságának javítása, illetve a balesetek számának csökkentése volt. Fő feladatuk volt az agresszív gyorshajtó kiszűrése, az ittas sofőrök eljárás alávonása, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szemben való fellépés. Az akcióban résztvevő rendőrök közel 168 járművet, illetve azok vezetőit és utasaikat ellenőrizték, ezek közül 147 esetben volt szükség rendőri intézkedésre. Évadzáró nyári tábor tartanak a bajai dzsúdósok. A klub székhelyén több tucat gyerek vesz részt a délelőtti és délutáni edzéseken. A szervezők a tábort különböző programokkal színesítik. A korábbi években már jól megszokott napközis tábor az idén is nagy népszerűségnek örvend. A táborlakók nagy részét a klub sportolói adják, de találkozhatunk olyan gyerekekkel is, akik először léptek tatamira. A klub 3 turnusban hirdette meg a programot, ami nem is csoda, hiszen rengeteg fiatal érdeklődött a tábor iránt. Most a héten olyan 29-30 fő, múlt héten egy kicsit több volt, olyan 35 fő, a harmadik hetünk az egy kicsit gyengébb lesz, de ott is egy ilyen 15-16 főt még össze tudunk szedni. Kicsik és nagyok egyaránt részt vesznek a napközis jellegű táborban, így 2 csoportra osztották a gyerekeket. Az újoncoknak Köller Milán és Végvári Martin különböző játékos feladatokkal mutat meg mindent, amit a sportágról tudni kell, míg az idősebb résztvevőkkel Andrási Barna végez igencsak izzasztó munkát. Ebben a 3 órában megpróbálok sok mindent bele
letenni. Igazából nem az intenzitás, hanem a terjedelem a lényeges. Általában egy másfél óra judó, amiben földharc és állás technika gyakorlások is vannak, és utána futás és erősítéssel zárjuk, illetve egy kis játék is azért belefér ebbe a három órába. A fárasztó edzés után közös étkezéssel folytatódik a program, majd egy kis pihenőt követően újra mozgásba állnak a gyerekek, de ilyenkor már legfőképp a játéki a főszerep. A tábor pénteken ér véget, majd hétfőn újabb turnus veszi birtokba a Vasvári Pál utcai edzőtermet. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Letették az alapkövet Baján, a kormány döntése alapján valamennyi járásban épül honvédelmi sportközpont. Főhed köztéren a Hungarikum. Szerdán jelentette be a városvezetés, hogy kis létszámban engedélyezett a közös halfőzés. Gyerekek a tatamin. Javában zajlik a bajai dzsúdósok nyári napközis tábora. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással holnap este 6 órakor jelentkezünk ismét. Hamarosan időjárás és vízállás jelentéssel folytatjuk. Műsort készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Éjszaka a Dunántúlon lehetnek felhősebb körzetek és arrafelé várhatók záporok, zivatarok. Holnap általában több órára kisüt a nap, emellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Több helyen valószínű zápor, zivatar, nagyobb számban a délutáni, esti órákban. Néhol akár heves zivatar is kialakulhat. A déli délkeleti szél pénteken többfelé megélénkül, az északi Dunántúlon helyenként megerősödik, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 26 és 32 fok között alakul.